Hozzá tartozik még a 7-es félévi és a 8-es félévi tantárgyak jegyei is. Már szeptembertől elkezdődött a felkészülés a továbbtanulásra. A gyerekek főként a szakközépiskolák és szakiskolák iránt érdeklődnek. 9 iskola fogadta el a meghívásunkat, szakközépiskolák és szakiskolák kaptak meghívást. Ebben az évben érdekes módon viszonylag kevés tanuló érdeklődik a gimnáziumok iránt. Elsősorban a szakközépiskola sláger, ezért ezeket az iskolákat szólítottuk meg. A szülők úgy gondolják, hogy a szakközépiskolák biztosabb jövőt biztosítanak a gyerekeknek, mint a gimnáziumok. Gimnáziumban tényleg az iskola legjobb tanulói készülnek, és az átlagos vagy közepes képességű tanulók megpróbálkoznak a szakközépiskolákkal. Ma úgy gondolom, a megújuló szakképzés lehetőséget ad arra a szülőknek, hogy valóban hosszabb távon abban gondolkodjanak, hogy a gyermekeik szakmát fognak tanulni, és így biztosabb lesz az elhelyezkedésük a munkapiacán. Remélhetőleg a gyerekek felvételt is nyernek. Ugyanis a szakközépiskolákban is egyre növekszenek a követelmények, tehát vannak olyan iskolák, akik tudnak válogatni a gyerekek közül, többszörös a túljelentkezés bizonyos népszerű szakközépiskolákban. A szülők is részt vettek a pályaválasztási ankéton, akiknek, ahogyan Pusz József igazgató úr mondta, nagy szerepük van a döntéshozatalban. A döntést nagy mértékben a szülők befolyásolják, ami nem is baj, mert a gyerekeknek nagyon sokszor nagyon téves elképzeléseik vannak, az iskola választásban is túlértékelik nagyon sokszor a saját képességeiket, és ha a szülők nem adnak kontrollt, akkor olyan iskolába jelentkeznének, ahová biztos, hogy nem nyernének felvételt. Nagyon bizonytalanok a szülők, azt látom. Elsősorban azért bizonytalankodnak, mert nem akarnak két szék között a földre esni. Tehát nem merik úgy rangsorolni az iskolákat, hogy a legjobb intézményeket teszik előre, mert attól tartanak, hogy betelnek a létszámok, és egyik népszerű szakközépiskolába sem tudnak bekerülni. Biztos vagyok benne, hogy a mai tájékoztató nagyon sok mindenben fog segíteni. A legfőbb kérdés, amit megkérdeznek a pedagógusoktól a szülők, hogy mégis milyen eredménnyel lehet oda bejutni. És remélem, a középiskolából érkező kollégák erre választ fognak tudni adni. Brevák Pál visszatérő vendége a pályaválasztási délutánoknak. Maga is Felső Zsolcán járt általános iskolába, és már több alkalommal népszerűsítette a Kandó Kálmán szakközépiskolát. Tulajdonképpen nekem már ez nem az első ilyen előadás, hisz 14. éve vagyok műszaki tanár, így ismerős arcok közé jönni mindig nagyszerű érzés. A gyerekekben nincs meg az a motiváció, hogy aki jól tanul, az jól tud érvényesülni az életben. Sajnos a felnőttektől ma ők nem ezt látják. Ezért azt gondolom, hogyha egy olyan társadalomban élnénk, ahol azt látnák a gyerekek, hogy aki jól tanul és mindig precíz, az fog jól érvényesülni, akkor nyilván ők is jól tanulnának. De sajnos ez most nem így van. Egy ilyen megbeszélésen mindig a szülőktől nyilván azok a kérdések merülnek fel, hogy az iskolánk mivel foglalkozik, milyen a gyerekanyagunk, milyen tantárgyak a fontosak, milyen átlaggal érkezzenek a gyerekek, illetve hogy a milyen képzést nyújt, tehát érettségihez milyen tantárgyak szükségesek, illetve érettségi után milyen képzések vannak nálunk. A tagintézmények küldöttei 10-15 percben ismertették a felvételi eljárást, és tájékoztatást adtak a megszerezhető szakképesítésekről. Az ismertető füzetek mellett percet is kaptak az érdeklődők. Mi azokat a gyerekeket keressük, akik műszaki beállítottságúak, egy kicsit szeretnek szerelni, egy kicsit szeretnek barkácsolni, egy kicsit jó a logikai képességük, és hogyha a gyerekben ez túlbuzog, akkor úgy érzem, hogy ő a szülőt tudja vezetni, és valóban ő fog dönteni. De sokszor találjuk azzal szemben magunkat, hogy a szülő szeretné, ha az a gyerek jól tudna barkácsolni, és jó logikai képességei lennének. Hát nyilván ez a gyerek kicsit nehezebben fog nálunk érvényesülni, de mindkettő együtt kell, hogy döntsön. Elektrotechnika, elektronika szakma csoportban és informatika szakmacsoportban képezzük a gyerekeket. Én úgy gondolom, hogy ez a képzés ma versenyképes, hiszen ma a világban mindenhol az informatika és az elektronika fejlődik a legjobban. Tehát mi nekünk, vagy a mi mindkét szakmánk nagyon versenyképes, és ezért van rá kereslet, hál' Istennek. Azoknak a jelentkezését várjuk, akiknek természettudományos érdeklődésük van inkább, és nem humán. De az érdeklődésük, tehát akinek jól megy a matematika, jól megy a fizika, jól megy a technika, jól megy az informatika, ezeket a tantárgyakat szereti, azokat nagyon szívesen
várjuk az intézményünkben. Azt tapasztalható, és szerintem nem csak nálunk, hanem általában a szakképző intézményeknél, meg nyilván országosan is, hogy az informatika, mivel nehéz elfejezkedni, csak egy középfokú informatikai szakképzettséggel veszít a korábbi népszerűségében. A mi másik szakképesítésünk, tehát a villamosipari szakképesítés, jelenleg azt kell, hogy mondjam, hogy egy jól menő szakképesítés tekintettel arra, hogy itt az észak-magyarországi régióban is, de országosan is jellemző az, hogy a korábbi erős áramú szakemberek, azok úgymond kiöregedtek, tehát már nyugdíjba vonulnak. Ebből következően ezen a területen egy elég nagy hiány jelentkezik. Úgyhogy az utóbbi években örömmel tapasztaljuk azt, hogy ezen a szakmán végzett tanulóink igen nagy népszerűségnek örvendenek és könnyen el tudnak helyezkedni. A Bláti Ottó villamosipari szakközépiskolában évközben a tanműhelyekben történő gyakorlati oktatást nyáron felváltja a szakmai gyakorlat. A gyakorlati képzés az nálunk intézményen belül folyik, tanműhelyekben alapvetően. Most annyi változás lesz, hogy a központi kerettantervek a 9-12. Évfolyam időtartamára is előírnak nyári összefüggő szakmai gyakorlatot. Megmaradt továbbra is természetesen a 12. évfolyam elvégzése utáni összefüggő szakmai gyakorlat. Ezen időtartam alatt a gyerekek nem az intézményben, hanem vállalatoknál, vállalkozóknál dolgozhatnak. A Szent István Katolikus Általános Iskolában lehetőség van tanórán kívüli foglalkozásokon felkészülnie a gyerekeknek a felvételikre és a központi írásbeli tesztre. Foglalkozunk külön a pályaválasztással, tehát azok a tehetséges tanulók, de a lemaradók részére is biztosítunk olyan délutáni foglalkozásokat, amelyek kimondottan a továbbtanulást segítik elő. Aki gimnáziumba készülnek, azoknak elsősorban magyarból, de többi tantárgyból is, matematikából, tehát ahol érezzük, hogy segítségre van szükség, ott a gyerekek délután is kapnak segítséget a továbbtanuláshoz. 20 végzős diák van, legalábbis reméljük, hogy ennyi lesz, tehát 20 nyolcadikos tanuló van, reméljük mindenki sikeresen végezni fog, és ez a tájékoztató viszont nem csak nekik szól, hanem a 7. osztályosoknak is. Mi minden évben elhívjuk a 7. osztályos tanulókat és szülőket is, hogy már egy évvel a pályaválasztás, a döntés előtt kapjanak képet, hogy egyáltalán mire is kell felkészülni. A múlt évben volt olyan tapasztalatunk, hogy a gyerekek itt szembesültek azzal először, hogy tényleg jobban kellene tanulni, mert amit elhangzott a pályaválasztási ankéton, szembesítette őket azzal, hogy ez a nagyon-nagyon gyenge kettes ma már alig van olyan iskola, amivel azzal be lehet kerülni.